Sziasztok! Újra találkozunk itt a Spanyol Falatok csatornán, mi mindig az mondom, hogy Angel vagyok, és megérkezett a meleg. Nagyon-nagyon meleg van, itt a konyhában az is nagyon-nagyon meleg van. Azért ma egy nyári frissítő receptet hoztam a csatornára, a ma az andalusz burgonya saláta. Spanyolul papas aliñas. Mi mindig pár mondatot imáról, nagyon gyorsan. Ez az étel a Cádizból származik, ami Spanyolország déli részén van. Mivel ott nagyon meleg van, az ételek sokszor frissítőek, mert ecetet használnak hozzá. Ilyen például a gazpacho is, ami már láttunk itt a csatornán. Ezt az étel hidegen találják, és lehet előétel, vagy ételétel, vagy lehet egy tapasz, vagy magunkkal vihetjük a tengerpartra is például. Szóval ma itt a csatornán burgonya saláta, andalusz modra, vagy papas aliñas. Gyorsan nézzük a hozzávalókat. Másfél kiló krumpli, petrezselyem, egy kis ecet, borecet, jó? Legyen valami jó, finom ecet, nem ezt a 20%-os valami, ami nagyon-nagyon erős, nagyon agresszív, és teljesen égeti a kajakat, jó? Legyen inkább borecet. Teljesen mindegy, hogy fehér vagy vörös, valami szimpatikus nektek, de ez nagyon fontos, jó? Olívaolaj, só, két tojás, új hagyma. Hagyma lehet fehér hagyma, főzött hagyma, lila hagyma, ami szimpatikus nektek. Én használom ezt az új hagymát, mert szerintem ez finomabb így, de bármi lehet használni. És két tonkhal konzerv, szerintem két tojás, ami már mondtam, gondolom, és olívaolaj, szerintem semmi más. Az első lépés lesz, mint mindig, megfőzni a krumplit héjával, sós vízben. Akkor megfőzzük héjával a burgonyát, hagyjuk kihűlni, és meghamozzuk. Nem tudom, meddig kell, szerintem 40 perc biztos körülbelül, de meglátjuk ezt. Attól függ, hogy milyen a burgonya, akkor több idő vagy kevés idő kell. Akkor szúrjuk, és ha kész, ha megpukult, akkor kész, akkor megvan. Jó? Közben kemelyre főzzük a tojást. Én fogok használni ezt a gépét, ezt a tojás főzőgépet. Nem kell, ha valakinek nincsen, akkor forró vízben 10 perc, ez körülbelül amit kell. Egy picit ecet a vízben, az segít, hogy ne törjön össze, amikor forró víz a vízben a tojás, és kész, akkor közben csináljunk. Most karikára vakjuk a krumplit, körülbelül 1 centis vastagságra, jó? És így tálba tesszük. Akkor mosolszuk. Ez fontos, mert mindig nagyon sótlan a krumpli, jó? És jön a tojás, karikára. Jó. Lehet apróra vágni, lehet karikára vágni, ahogy nektek szimpatikus, jó? Ez teljesen mindegy, ez csak ilyen kis stilisztika, vagy jön az olívaolaj. Egy kis csomag az bőven elég, a vágott új hagyma. Jön a tonkhal konzerv. Az fontos, hogy üritettünk ezt az olajat, vagy só oldatot, ami jön a konzerven.
és tiszta hús hagyjuk, mert utána jön az olívaolaj, és akkor ne legyen olyan zsíros és olyan furcsa az íz. Rátesszük a második tonhal konzervet, jó. Ez már nagyon jól néz ki. Rátesszük az apróra vágott petrezselymet, jó, friss petrezselyem ez sokkal jobb. Ha nem, akkor legyen szárított, jobb, ha friss. Sokkal jobb ezt a frissítő hatása. A salátában, jó. És most jön a szecet. Szerintem 3-4 evőkanál lesz bőven elég, jó, ne legyen olyan ecetes. És jó bő olívaolajban locsoljuk, jó. Keverjük össze. És most 2-3 órára betesszük a hűtőbe. Utána már lehet fogyasztani, ilyen hidegen, és nagyon finom lesz. Jött a rettenetes pillanat, amikor kóstolni kell, mint mindig, amit már csináltunk. Megnézzük, jó? Jaj, de jó! Nagyon jó! Nagyon nyári hangulat, fantasztikus, csak egy sör kell, egy jó hideg sör, és már a paradicsom. Szóval kóstolni kell, nagyon finom, nagyon könnyű készíteni, próbálni kell, jó? Jövő héten újra találkozunk itt a Spanyol Falatok csatornán. Remélem, hogy lesz valami, ami érdekes nektek. Mi mindig Ángel vagyok, nem változott, és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!